Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is, október 2-án. A mai napon a hold a Reváti Holdházban található. Ez az utolsó holdház, és azt jelenti, el kell, hogy érjünk valamit, mint például a céljainkat, vagy be kellene fejezni valamit, hogy legyen egy új kezdet. E felett a holdház felett Pushán uralkodik, és az indiai mitológiában ez a Pushán azt jelenti, hogy a lelkünknek a vezetője, például ha valaki meghal, akkor az egyik világból átvezeti a másik világba. Pushán nem csak ezt az utat, ezt a lelki utat és ezt a vezetőt jelenti, hanem Pushán uralkodik az utazások felett, a változások felett és a házasság felett is. Pushán energiája alatt vannak fontos találkozások, és ebből lehet egy házasság is. A mai napon a Nap és Uránusz bolygók között van egy úgynevezett kvinkunx kapcsolat, amit gyakran elmagyaráztam már egy ingával. Képzeljétek el, van előttetek egy inga, és én megkérdezném, melyik irányba fordul ki. Mit válaszolnátok? Nem tudom, fogalmam sincs. Ez érezhető a mai napon, milyen életterületen az Uránusz bolygó hatása alatt változások vannak. Például egy költözködés, vagy egy munkahelyi változás. Ez gyakran úgy hirtelen jön. Uránusz bolygó hatása alatt lehet egy meglepetés is, valami, amire nem számítottunk. A nap mutatja a fényt, kivilágít valamit, valamit láthatóvá tesz, de mivel a nap és Uránusz bolygók között egy kvinkunx aspektus van, egy kvinkunx kapcsolat, nem tudjuk hogyan tovább. Nehéz itt döntéseket hozni. Még mindig van egy kapcsolat, egy visszatekintő Mars bolygó és Szaturnusz bolygó között, ez egy úgynevezett kvadrát kapcsolat, ezek nehézségek és kihívások. Vagy erőtlennek érezzük magunkat, nem tudjuk hogyan tovább, vannak korlátozások, vagy a férfiak érzik ezt a nehézséget. De változik valami október 4-től, mert az indiai számítás szerint Mars bolygó október 4-én elhagyja a Kos jegyét, és áttér a Halak jegyében. Ebben a pillanatban, vagy ettől kezdve a Halak jegye Mars bolygóval és Szaturnusz bolygó a Kos jegyében harmonikus kapcsolatban áll, holott még mindig van ez a kvinkunx aspektus kettőjük között. Ezt úgy tudom megmagyarázni, hogy amíg a Mars bolygó a Kos jegyében van, a tűz elemében, itt van nehézség a Föld elemével kapcsolatban, mert ez túl sok, amit mi a természetben is megfigyelhetünk. Ha nagyon sok napfény érkezik, tehát a tűz eleme, akkor kiszárítja a talajt. Vagy például, ha ég valami, akkor azt homokkal eloldhatjuk. Így ennél a távolságnál az elemek között nincs barátság. Viszont, ha Mars bolygó elhagyja a tűz elemét, és átkel a Halak jegyébe, a víz elemébe, ami az érzelmekre mutat, van egy harmonikus kapcsolat az elemek között. A víz eleme és a föld eleme azok barátok.
így mondják a kínai asztrológusok. Barátság vagy ellenség az elemek között, ez egy másik téma. Tehát változik, valami megnyugszanak az események, holott ez a kvadrát aspektus még mindig megvan a bolygók között, de az elemek kibékülnek, és így folynak az események, minden úgy előre halad, nincsenek meg ezek a szigorú korlátozások. És ez volt a felvételem, Mézó is, október 2-án. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!